Mint arról korábban már beszámoltunk, pünköst hétvégéje Makón az oldtimerekről szólt. A pénteki megnyitó után még két napon keresztül gurultak a szebbnél szebb járművek városunk utcáin. Szombaton a hagymaház mögötti parkolóban sorakoztak fel a veteránok és tulajdonosaik. A hagyományokhoz híven a helyszínre érkezett Kotormán Zoltán református lelkészigazgató, Bíró István görögkatolikus parókus, valamint Pálfai Zoltán római katolikus plébános. Az egyházak képviselői közösen szentelték meg a gépjárműveket és a motorkerékpárokat. Így találkoztunk a Pálfi házas párral is, akik Dunavarsányból jöttek. A családfő egy 1928-as Ford A-modellel érkezett, mely nagy hatással volt feleségére is. Ebben az évben 90 éves, 3300 köbcentis, rudazatos, fékes, tehát viszonylag jól lehet már közlekedni vele. Az autót 8-9 évvel ezelőtt vásároltam, akkor teljesen szétszedtem, utolsó csavarig, és hát ebbe az állapotba sikerült helyreállítani. Férjem kezdte, és ő vitt bele a bűnbe, mert első körben csak nekik segítettem a főzésbe, amikor szerelték az autót, akkor már egy kis alkatrész takarítás, meg ilyesmi is belefért, és a végén úgy gondoltam, hogy jó lenne nekem is egy autó, mert mentünk ilyen találkozókra, és megtetszett. A veteránok azonban nem sokáig álltak egy helyben. A napot arra szánták, hogy Apátfalván és Magyarcsanádon is bemutatkozzanak. Az árónapon a város több pontját is ellepték az oldtimerek, délelőtt felvonulást rendeztek, majd a koronaszálló és a Grand Hotel Glorious előtt telepedtek le. A 12. alkalommal megrendezett eseményre közel 50 járművet hoztak el a tulajdonosaik. A két kerekűek közül talán a legérdekesebb az a második világháborús motorkerékpár volt, ami megdöbbentő tulajdonságokkal rendelkezik. Ezt katonai célra gyártották. Terepjáró. Tehát olyan, hogy van benne terepfelező a sebességváltójába. Hátrafelé menet van. És a direkt az meg hát 95 kilométeres végsebességet még mindig tud adni neki, holott üresen 4 mázsa ez a jármű. Az összteher, amikor teljes terhelése van, 820 kiló. Az autók többségét a Ford márkájúak tették ki, ugyanis gyártásuk beindításában jelentős szerepet vállalt a makói származású Galamb József. Ezért tiszteletére vasárnap egy-egy koszorút helyeztek el a mérnök és konstruktor mászobránál. Az érdeklődőknek zenés műsorral is készültek, ezt a makói magánzeneiskola ifjúsági fúvó zenekara biztosította.